Vona Gábor és Orbán Viktor tegnap délután egyeztetett az alaptörvény 7. módosításáról a miniszterelnök dolgozó szobájában. A részletekről Tuzson Bencét, a miniszterelnöki kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkárát kérdezem. Jó reggelt kívánok, államtitkár. Jó reggelt kívánok. Hogy itt van. Annyit tudunk, legalábbis sajtóértesülések szerint, hogy nem született megállapodás. Mi történt? Hát ez egy olyan egyeztetés sorozat, ami beillik abban a sorban, amikor október 2-án 3.360.000 ember elment és egyöntetűen állást foglalt a kötelező betelepítéssel szemben, akkor Orbán Viktor miniszterelnök úgy határozott, hogy egyeztetést kezd a politikai pártok vezetőivel, legalábbis a parlamenti frakcióval rendelkező pártoknak a vezetőivel. Ebbe a sorba illeszkedik a Vona Gáborral való egyeztetés is. És nagyon furcsa egyeztetés volt, hiszen elkezdődött egyfajta kufárkodás. Ugye a Jobbik álláspontja korábban az volt, legalábbis ezt mondták, hogy támogatnák az alaptörvény módosítását, hiszen mégis csak meg kell védeni az országot, de elkezdődött egyfajta teljesen méltatlan kufárkodás ebben a kérdésben. Több feltételt támasztottak sorba, és amikor ezek a feltételekkel kapcsolatban elkezdődtek a tárgyalások és a megállapodás, akkor egy újabb feltétel került elő, és most is egy kötvényfaj, tehát ugye a letelepedési kötvénynek a megszüntetését kéri a Jobbik. Természetesen a kormány ezt a kérdést is megfontolja, hiszen az ország ugye fontosabb, mint egyfajta alkudozás, és mi azt gondoljuk, hogy az alapvető érdek az, hogy az emberek meg legyenek védve, tehát Magyarországot meg lehessen védeni, és ezzel kapcsolatban is hát állunk elébe minden megállapodásnak, és a következő feltétel lesz, akkor természetesen arról is hajlandóak vagyunk tárgyalni. De azért az alapvető kérdés az, hogy vajon miért csinálja ezt a Jobbik? Mert... De Vona Gábor egészen pontosan azt mondta, hogy se szegény, se gazdag terrorista ne jöjjön az országba, se Juncker, se Rogán ne tudjon bevándorlókat telepíteni Magyarországra. Ez volt a hivatkozási alap. Nagyon kevés idő van november 8-áig. Hát, és úgy veszem ki a szavaiból, mintha önök most ilyen szempontból kompromisszum képesebbek lennének, mint amennyire erősek most a parlamentben, és amennyire kevésbé erős ilyen tekintetben a Jobbik már a parlamenti képviselők létszámát tekintve. Természetesen, de ugye ez egy kétharmados jogszabály. Tehát szükség van ellenzéki szavazatokra is, hogy meg tudjuk védeni az országot, úgyhogy ezt számítunk és számítottunk a jobbikos képviselőknek a szavazatára is, de hát úgy tűnik, hogy most változott az álláspontjuk, nem először egyébként ebben a kérdésben sem, de általában azokban a kérdésekben, amikor az ország komolyabb védelméről van szó, és úgy tűnik, hogy most mégsem támogatnák. Azt mondja, hogy kufárkodás történt, nem lehetett logikus... Vagy nem lett volna logikus felkészülni arra, hogy a Jobbik akár egy ilyen ütőkártyát is bevet ilyen tekintetben, hogy ő nem akar senkit, még a letelepítési kötvénnyel rendelkezőket sem, akik sok pénzt fizetnek azért, hogy itt élhessenek Magyarországon. Ugye ez egy átmeneti tartózkodási forma, és ennek a felülvizsgálata éppen most van napirenden, ezt ők is tudják, hiszen az összes befektetési formának a felülvizsgálata napirenden van. Igen, ezt bejelentette Lázár János a kormányinfóban, mert mindent átvizsgál, állampapírt, letelepítési kötvényt, minden. Megváltozott most már a helyzet, tehát az ország finanszírozási feltételei sokkal jobbá váltak. Ennek megfelelően ennek a felülvizsgálata is folyamatban van, de mi úgy látjuk, hogy egyszerűen csak ürügyet keresnek most arra, hogy ne szavazzák meg az alaptörvénynek a módosítását. Én azt gondolom, hogy ez azért becsapása a saját szavazóiknak is, hiszen az álláspontjuk még a népszavazás során is az volt, hogy el kell menni a népszavazásra, bár túl sokat nem tettek ennek érdekében, de mégis ez a becsapása is, hiszen ezek között a szavazók között, akik most a nemzetért kiálltak, vannak MSZP-s szavazók, vannak Fideszes szavazók, de nagyon sok jobbikos szavazó is. Nem tudom, hogy értő, hogy becsapása, mert feltételezem, a jobbikos szavazók se pénzes, se pénztelen bevándorlókat nem kívántak látni Magyarországon, amikor elmentek és behúzták azt, amire szavaztak. Természetesen a kényszer betelepítésről szavaztak az emberek, és egyet is értünk ebben az alapvető kérdésben, hogy nem akarunk a bevándorlást, de ne kössük össze olyan befektetési formákkal ezt, ami mondjuk nem tartozik ide, de ennek a felülvizsgálata amúgy is napirenden van. Meg is vizsgáljuk ezt a kérdést, mert mondom, mi nem a feltételekről beszélünk, ez nem egy presztízs kérdés a kormányzat számára. Számunkra az az alapvető érdek, hogy az embereket meg tudjuk védeni Magyarországon, és az az akarat, ami egy új nemzeti egységben összeállt a népszavazáson, az érvényesülni tudjon. Ennek érdekében minden javaslatot meg fogunk vizsgálni, akkor is, hogyha a Jobbik oldaláról jön, meg akkor is, ha máshonnan. Hát a Jobbiknál ez már a sorozatban a sokadik javaslat, mindig lépünk egyet arrébb. Most várjuk a következő javaslatot, és hát meglátjuk,
hogyha lesz egy következő javaslat, arra hogyan tudunk reagálni. Számomra úgy tűnt, hogy Orbán Viktor gesztust nyújt, vagy gesztust ad a frakcióval rendelkező pártok vezetőinek, hogy leül velük a dolgozószobájában és beszél erről, és mintha most úgy tűnne, hogy hirtelen megakadt ez a folyamat, mert a Jobbik nagyon erősen beleállt ebbe a helyzetbe. Igen, ez furcsa ez a kérdés, ugye egy nemzeti kérdés, és a nemzeti kérdésnél pedig megállapodásokat kell kötni, és egy nemzeti egységet kell létrehozni. Erre törekedtünk mi ebben a kérdéskörben, hiszen tényleg az emberek szavazatai támasztják ezt alá. Ez nem egy pártkérdés, soha politikai pártnak ilyen nagy támogatottsága nem volt. Akik elmentek erre a népszavazásra, azok Magyarországért, a magyar nemzetért álltak, és nem egy politikai párt mellett. Ez egyfajta kötelezettséget teremt a kormány számára, az országgyűlés számára is, hogy ezt a nemzeti egységet próbálja meg összefogni, és ennek megfelelően olyan lépéseket tenni, amik megvédik az országot, hogy az alaptörvénymódosítás egyértelműen kimondja, hogy idegen népesség Magyarország területére nem telepíthető be. Ehhez szeretnénk mi a Jobbiknak a támogatását is kérni, és hogyha ők újabb feltételeket támasztanak, akkor ezeket is meg kell vizsgálni, bár a dolog komolyságát is tartani kéne, hiszen azért mégiscsak egy komoly ügyről van szó, és nem lehet komolytalanul újabb és újabb és újabb feltételeket támasztani, újabb javaslatokat tenni. Persze mindent meg fogunk nézni, de számunkra az ügy a fontos, a magyar embereknek a megvédése. Hát és november 8-ig, hogy már az imént is említettem, meg hát ön is mondta, a határidő, pontosabban a tervezett zárószavazás időpontja, meglátjuk, hogy valóban mit tudnak elérni. Nem akarjuk ezt kőbe vésni, ezt a dátumot, tehát inkább az ügy fontos, mint egy dátum. Szeretnénk persze minél gyorsabban lezárni ezt a folyamatot, de a fontos az, hogy tényleg eredményre jussunk, az ország érdekében jussunk eredményre. Az is lehet, hogy idén nem lesz? Hát nem tudom megmondani, hogy lesz-e vagy nem lesz. Nekünk az a lényeg, hogy minél előbb legyen, és hogyha megállapodásra kész valamelyik parlamenti párt, akkor mi minden megállapodásra hajlandóak vagyunk természetesen. Az LMP-t és az MSZP-t is a dolgozószobájában már, mint hogy vezetőit fogadja Orbán Viktor. Érdekes, mert az LMP-ből Hatházi Ákos társának éppen azt mondta, hogy ha nem lesz kormányváltás 2018-ban, akkor forradalom lesz. Ehhez képest most leülnek beszélgetni a betelepítési kvótákról. Hát reméljük, hogy eljönnek, ugye ők még nem jeleztek. Molnár Gyula, bocsánat, érvénytelenségre hivatkozva ült a miniszterelnökkel szemben? Hát a Molnár Gyula ugye nem országgyűlési képviselő, ezért eljött erre az egyeztetésre. Ők egyértelműen kifejtették, hogy ők nem akarják támogatni az alaptörvény módosítását. Ennek nem örülünk, hiszen tudjuk, hogy közülük sokan kvótapártiak is. Nem örülünk ennek, de tudomásul veszük ezt a kérdést. Itt még sok más kérdés is felmerült az ország érdekében. A legnagyobb ellenzéki párt vezetőjével azért mindig érdemes. És bocsánat, közbevágtam, az LMP-vel kapcsolatban akartam még azt mondani, hogy reméli, hogy eljön. Reméljük, hogy eljönnek, természetesen oda is ment a tekintetben egy meghívás, még nincs a tekintetben visszajelzés. Nézzük az óráltelt, és a Jobbik dobta be egyébként, önök hogyan állnának ez a kérdéshez? Ők gazdasági okokra, elsősorban gazdasági okokra hivatkozva szüntetnék meg azt, hogy most október 30-án lesz az, hogy át kell állítani egy órában. Minden ilyen kérdést meg lehet vizsgálni, hogy ez jó az embereknek, nem jó az embereknek. Régi vita van ebben a kérdésben, de ez sok szempontból természetesen szakmai kérdés, a szakmának is állást kell ebbe foglalnia. És mi a helyzet a szuperkórházzal? Most akkor egy helyszínen lesz, öt helyszínen lesz? Hol lesz egyáltalán? Mikor lesz? Ugye az alapvető elképzelés az, hogy a Budapest teljes ellátását meg kell oldani, és egy Észak-Pesten, Dél-Pesten két nagy kórház, ezek lényegében megvannak, de a budai oldalon például egyáltalán nincsen, és most a dél-budai oldalon megoldható lehet egy olyan kórháznak a létrehozása és a kormánynak elhatározott szándék, ami egy nagyobb, komolyabb ellátást tud biztosítani. Ezt valahol a kelenföldi pályaudvar környékén kell megvalósítani, ezzel kapcsolatban már döntések vannak. Haladunk előre ebben a kérdésben. A lényeg az, hogy Budapesten az egészségügyi ellátást a lehető legnagyobb színvonalon biztosítani lehet, és ehhez szükséges az, hogy Dél-Budán is létrejöhessen egy nagy kórház. A Magyar Nemzet azt írja, hogy sem a budapestiekkel, sem a kormánypárti főpolgármesterrel, de még a fideszes kerületi polgármesterekkel sem konzultált a kormány, mármint szuperkórház ügyében. Miért? Rengeteg konzultáció volt már egészségügyi kérdésekben és kórház kérdésekben és ellátásnak a kérdésében. Önök is hallottak, mert évek óta mennek az ilyen típusú konzultációk, és mindenki egyetért abban, hogy ezt meg kell oldani, ezt a kérdést, tehát kórházra szükség van. A modern koncepció az, hogy a magas színvonalú ellátást akkor lehet biztosítani, hogyha van legalább egy olyan a nagy központ itt most Dél-Budán is, ahol mindenféle ellátást, a gyerekellátástól, a felnőtt ellátáson keresztül, a krónikus ellátást, mindent biztosítani lehet. Ezt szeretné a kormány megoldani, és ez egy hosszú távú terv, egy nagy elképzelés, de ebben mindenképpen előre szeretnék. És ez mindenkinek a hasznára válna. Államtitkáról, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.